Napirend elfogadása előtt Szabó Péter polgármester, Donát Anna, a Momentum alelnöke, EP képviselő közelmúltban Pakson tartott fóruma kapcsán tett fel kérdéseket a PDF soraiban ülő képviselőknek. A téma az ülést követő sajtótájékoztatón is előtérbe került. Donát Anna megkérdőjelezte azt, hogy valóban szükség van-e a Paks 2-es beruházásra. Én azt gondolom, hogy ez nagyon súlyosan érinti az itt élő lakosságot és a városfejlesztést is természetesen, hiszen ha nincs Paks 2-es beruházás, akkor nagyon könnyen arra sorsra juthatunk, amelyre Ózd vagy Komló, de sorolhatnám még ezeket a településeket. Én azt gondolom, hogy egy felelős képviselő, egy felelős városvezetőben ilyenkor joggal merülnek fel azért a kérdések, hogy hogyan is lehet egyáltalán Pakson megfogalmazni ilyen gondolatokat. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a helyi PDF egyeztetett-e Donát Annával azzal kapcsolatban, milyen állításokat fogalmaz meg, van-e valóság alapja ezeknek, továbbá arra is, hogy a Donát Anna fórumán jelenlevő PDF-es képviselők egyetértenek-e Donát Anna véleményével. Tisztán nagy politikával kezdődött a testületi ülés, hiszen a Fidesz úgy döntött, megkapta az ukázt a pártközpontból, hogy akkor most a Momentum egyik vezetőjének, vagy egyik Európa Parlamenti képviselőjének paksi látogatását felhasználva egy politikai támadást indítson a Momentum ellen. A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakításáról is tárgyaltak, hiszen ennek szabályozása átkerülhet a munkatörvénykönyvének hatája alá, mivel a gyógyintézmény egészségpénztári finanszírozása meghaladja az 500 millió forintot. Ez azt jelenti a főigazgató úr esetében, hogy a kardiológusi szakorvosi tevékenységét minimális munkaidőben látja el, heti 18 órában, a többit meg már nyilván ennek a nagy és magas színvonalon működő intézménynek a vezetésére fordítja. A vezetők számára célprémiumot is meghatározott a testület. Évente kétszer 10%-ban határozza meg a célprémiumot, amit nyilván a feladat ellátás, vagy a feladatuk ellátásának köszönhetően fognak majd megkapni, illetve azt értékelve. 7 igen, 5 tartózkodás mellett fogadta el a testület ezt a napi rendet. A képviselők a továbbiakban támogatták a Mezőföldvíz Kft. 150 millió forintos törzstők emelését, melyből a Paksra eső rész mintegy 55 millió forint, majd a Paksi Közlekedési Kft. Üzleti tervét tárgyalták. A testületi ülésen jelen volt Kis Péter, a Paksi Közlekedési Kft. Ügyvezetője, aki az üzleti terv pénzügyi vonatkozásairól is beszélt. Ebből a 450 millióból több mint 230 millió forint az beruházást jelent, és ezek elsősorban olyan elemek, amik szükségesek egyrészt a beérkező buszok felszerelvényezéséhez, másrészt a dinamikus utas tájékoztatás kialakításához, a forgalom irányításához, az E1 rendszer bevezetéséhez. Ami nagyon fontos, és ebben teljesen igaza volt képviselő asszonynak, hogy ebben a költségvetés tervezetben nem jelennek meg az úgynevezett buszöblök, illetve buszmegállók költségei. Ebben a tekintetben, ugye amennyire én tudom, egy munkacsoport kerül megalakításra, mely munkacsoportnak delegált feladata lesz véleményezni ezt az anyagot. Barnabás István megfogalmazta aggályait az üzleti tervvel kapcsolatosan. Nem igazán látom benne azt a tartalékot, amit egy ilyen új cég megalakításánál, megszervezésénél és bejáratásánál meg kéne alapítani. A polgármester elmondta, a Fidesz-KDNP frakció nagyon fontosnak tartja, hogy a helyi tömegközlekedést a jövőben környezetbarát módszerrel oldják meg. Már a testületi ülésen is megfogalmaztam azt, hogy az én mentalitásom az ebben a témában, én úgy állok az ilyen dolgokhoz, hogy hogyan lehet megcsinálni valamilyen beruházást, valamilyen fejlesztést, és nem úgy, ahogy az ellenzék részéről ez elhangzott, hogy hogyan nem lehet megcsinálni. Végül 7 igen, 5 tartózkodás mellett fogadta el a testület a Paksi Közlekedési Kft. Üzleti tervét. Az ülésről további részleteket láthatnak a pénteki híradóban, valamint a péntek esti testületi tudósításokban. A teljes közvetítést pedig visszanézhetik a www.telepaks.net oldalon.